Ahogy hallhatták korábban itt az M1-en, Romániában a koronavírus óvintézkedések miatt március végéig betiltották a tömegrendezvényeket. Tegnap a Székely Szabadság napján elmaradt ugyan a Székely Nemzeti Tanács hagyományos marosvásárhelyi autonómia tüntetése, de Budapesten viszont megtartották a szimpátia rendezvényt. A székely zászlókkal borított hősök terén is alá lehetett írni a nemzeti régiók érdekében indított Európai Uniós polgári kezdeményezést. Ismét Titanilláé a szó. Így van, Dabis Attila most a vendégünk, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja. Jó reggelt! Szép jó reggelt kíván! Különös jelentőséget kapott a tegnapi Hősök téri rendezvény, így, hogy ugye Marosvásárhelyen nem lehetett megtartani ezt a bizonyos gyűlést. Hogy sikerült, hányan gyűltek össze? Kifejezetten jól sikerült, tehát több százan voltunk a Hősök terén, és főleg annak a fényében tekinthető ez sikeresnek, hogy ugye mi is követtük folyamatosan itt a járvánnyal kapcsolatos fejleményeket, és hogyha Magyarországon is elhangzott volna egy olyan általános és kötelező érvényű tiltás, mint ami ugye Romániában megfogalmazódott, akkor természetesen mi is lefújtuk volna ezt a rendezvényt. Szerencsére erre nem került sor, és meg tudtuk tartani, úgyhogy ott a helyszínen valóban, akinek esetleg nincs internet hozzáférése, főleg az idősebb honfitársaink, azok ott a standokon személyesen is alá tudták írni ezt a polgári kezdeményezést, hiszen valóban idén több olyan körülmény is volt, ami nyomatékot adott ennek a tegnapi megmozdulásnak. Ugye egyrészt a trianoni békediktátum 100. évfordulójának az évében vagyunk, kiemelten fontos az, hogy nyilvánosan is megmutassuk azt, hogy van még a trianoni határok fölött is szolidaritás a magyar nemzet tagjaiban. Egyrészt, másrészt ugye az utolsó 2 hónapjába lépett az említett nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezés aláírás gyűjtése. Föl kell tehát pörgetnünk egy kicsit magunkat, mert még azért mindig több százezer aláírás hiányzik a szükséges 1 millióból. Hány gyűlt eddig össze? Amit biztosan tudunk mondani, az, amit ugye online beérkezett, ez 215 ezer jelenállás szerint, és ugye azt el tudjuk még mondani, ugye komolynak tekinthető szervezetek vállalásokat tettek, hogy ugye március végére, április elejére 100 000-es nagyságrendben papíralapon fognak behozni nekünk aláírásokat. Úgyhogy kifejezetten sikerült felpörgetni ezt az aláírásgyűjtést, ebben abszolút segít az, hogy most már abszolút megkérdőjelezhetetlen ennek a kezdeményezésnek a pártok feletti jellege, úgyhogy tegnap is kormánypárt és ellenzéki képviselő is ugye felszólalt támogatólag ennek a kezdeményezésnek az érdekében, úgyhogy én mindenkit arra tudnék most is buzdítani a tévénézők közül, hogy aki még nem tette ezt meg, az legyen kedves, menjen föl a nemzetirégiók.eu oldalra, és néhány személyes adat megadása után a támogatom gombra klikkelve támogassa ezt a kezdeményezést. Ugye a Székely Szabadság napja az a székelyföldi autonómiáról szól. Ha megnézem ezt a polgári kezdeményezést, egy picit, mintha ez is az autonómia felé mutató út egyik állomása lenne. Ez így igaz, hiszen mi tulajdonképpen azt szeretnénk elérni ezzel a kezdeményezéssel, hogy megmaradhassunk lényegében. Ehhez pedig anyagi eszközökre, anyagi forrásokra van szükség, illetve arra, hogy ne legyenek gazdaságilag diszkriminálva a határon túli magyarok által lakott térségek, mert hogy jelenleg sajnos ez a gyakorlat számos helyen megfigyelhető. Mesterségesen el akarják sorvasztani ezeket a régiókat, remélve azt, hogy így a lakosság előbb-utóbb felőrlődik, elvándorol, és akkor létre lehet hozni homogén nemzetállamokat. Ez ugye egyértelműen ellentétes az uniónak a jogrendjével. Mi ezért azt javasoljuk, hogy kiemelt figyelmet kellene kapjanak ezek a nemzeti régiók az Európai Unió fejlesztés politikáján belül. Ideálisan ez úgy tudna megvalósulni, hogy valóban létrejönne egy olyan közvetlen finanszírozási mechanizmus, ami kizárólag és kimondottan ezen régiók számára elérhető, ez pedig valóban, ahogy ön is mondta, egy óriási lépés lenne ezen közösségek gazdasági autonómiája felé. Egyébként maga az autonómia kérdése az, hogy áll most? Ugye negyedszerre is a román parlamentben van a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott autonómia statútum tervezet. Ezeket az akciókat mi azért tartjuk fontosnak, mert lényegében a párbeszéd legfelsőbb fóruma Románián belül az a román törvényhozás, és fontos, hogy lássák a román honatják is azt, hogy amit ők
hitelesnek találnak székely autonómia ügyben azok az érvek, azok többnyire azért tévhiteken és féligasságokon alapulnak. Tehát ezt elmondtuk többen a tegnapi rendezvényen is. Székelyföld területi autonómiája az nem ássa alá Románia területi integritását, nem mond ellent annak alkotmányának, sőt épp ellenkezőleg tulajdonképpen Románia határain belül végre egy olyan társadalmi békét tudna hozni székelyek és románok között, ami ma még fájóan hiányzik. Mennyire tapasztalnak nyitottságot, vagy a nyitottság felé való előrelépést a román vezetés részéről? Hát, mi azt tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen minél több információt, tényleges hiteles információt sikerül bevinni, és a tévhiteket ezzel párhuzamosan oszlatni, annál inkább azért a román társadalom is belátja, hogy talán mégsem ez az ő első számú problémájuk, hogy a magyarok is szeretnének a saját szülőföldjükön megmaradni, sőt, ha azt veszem alapul, hogy azért Romániából milyen mértékben áramlik ki a román etnikumú lakosság, az, hogy gyakorlatilag 4 millió román munkavállaló van ma Nyugat-Európában, akik nem igazán állnak hosszú sorokba, hogy visszamenjenek Romániába. Cserébe viszont itt van nekünk csak nem 1,5 millió magyar, akik a nehéz körülmények ellenére is szívesen megmaradnának ebbe az országba. Szerintem igazán elérkezett az idő, hogy az erdélyi magyarokban a románság egy erőforrást lásson, és ne pedig egy veszélyforrást. Ez volt a végszó. Köszönjük Dabis Attilának, hogy itt volt. Én is a lehetőséget.